Minden este különleges fényvarázssal vár a fővárosi állat- és növénykerthez tartozó biodóm belső tere, ami két hétre fénydómmá alakult át. Az esemény azért is különleges, mert ez az első alkalom, hogy a biodóm terei a nagy közönség számára is bejárhatók. Szerencsére nem csak mi kattantunk rá ennyire a helyszínre, hanem majdnem mindenki, akit megkerestünk. Ugye ezt tudni kell, hogy a magyar fényművészet az világhírű. Mi olyan alkotókat kerestünk meg, akiket ismerünk, sokukkal régóta dolgozunk együtt különböző formákban, de ezen túl ők nemzetközi kiállításokon vesznek részt rendszeresen. A tárlat több mint 30 látványos fényművészeti, illetve audiovizuális installációval várja a közönséget, amelyeket nagyrészt természeti jelenségek inspiráltak. A felépítés az egy nagy feladat volt, mert hogy egy óriási térről beszélünk, gigantikus felületekről, és hát igyekeztünk a rendelkezésre álló időben és rendelkezésünkre álló technikával úgy kitölteni ezeket a tereket, hogy az ideérkező emberek számára ez egy körbejárható látvány legyen, és emellett megpróbáltunk tematikában olyan fényinstallációkat és olyan alkotásokat létrehozni, amik meg valamilyen módon kötődnek majd a biodómnak a jövőbeli funkciójához. Minden várakozásunkat felülmúlta, hogy azok az alkotók, akiket elhívtunk, nem csak elhoztak egy-egy művet, hanem a nagy többségük ide a helyszínre tervezett helyspecifikus installációkat. A fénydóm egy nagy és több kisebb kiállító térből áll. Exotikus túra útvonal formájában vezeti körbe az érdeklődőket a tenger víz alatti világától egészen a dzsungel izgalmáig. A víz alatti világot tényleg szó szerint kell érteni, éppen itt vagyok az óceáni kiállító térben, ahol egy majdnem 2,5 millió literes cápa medencében is van egy-egy fényalkotás. Nem csak körbe tárul elénk hihetetlen látvány, még a lábunk alatt is videó installáció kavarog. Itt is vagyunk a biodóm hatalmas kupolái alatt, ahol a kiállítás nagy része látható, minden a növényekről és az élővilágról szól, de egy egészen különös, futurisztikus módon. Maguk a fényművészeti alkotások napnyugta után érvényesülnek igazán, hiszen a biodóm egy fényáteresztő tetővel van ellátva. Szinte minden falon, minden ponton más látványosság fogad, a kinetikus forgólámpától a világító vízesésig. Egy nagy vonzerő, hogy egy eddig ismeretlen téret nyitottunk meg igazából a nagy közönség számára. Másrészt pedig ennek a kreatív felhasználás, hogy lehet egy ilyen beton torzókkal teli, disztópikus, nagyon furcsa képződmény, nek egyszer csak adni egy funkciót, és azt mondani, hogy oké, holnaptól itt kiállítást nyitunk, meghívunk egy csomó embert, akik neves alkotók, és az ő alkotásaikat lehet, hogy nem a legtökéletesebb körülmények között, de iszonyú izgalmas környezetben helyezzük el.